az első meccs egyébként, ahol föl látjuk villanni ugye a kommentátorokat, és Colin Lloyd az egyik kommentátora a Premier League-nek. Volt ő már egyébként. Igen, igen, csak szerintem, mintha Mardől nem lett volna még a mai napon, vagy legalábbis én nem láttam a nevét. Mark Webster és Colin Lloyd két igen kiváló játékos. Ugye nagyon sokáig ugye, Colin Lloyd volt egy világ első is, úgy. Il Taylor érájában. Tegyük hozzá, hogy akkoriban minden meccsre elment, amire lehetett. Ezt akartam mondani, hogy akkor még úgy nézett ki a világranglista, hogy minden versenyre elment Colin Lloyd, és ott megfelelő mennyiségű pontot szerezve simán Phil Taylor előtt tudott lenni a világranglistán, de ettől függetlenül zseniális játékos volt, úgyhogy nagyon sokan szerették, csak aztán hát elmaradtak az eredményei. Itt látom, jó el vannak. Igen, nagyon jól el vannak. A friss tabella, Espinal felzárkózhat egy torna győzelemmel. Hát igen, hogy három pontot tud gyűjteni, ha megnyeri. Dimitri van den Berg és Espinal döntőbe jutása jót tenne a ranglistának. Vagy még Johnny Claytonnak a felzárkózása egyébként. Ilyenkor ugye 9 nyilat dobnak el a játékosok, mindig azt kezdi, aki a meccset is. Úgyhogy ebből kiindulva. Tripla 20-assal kezd azonnal a Gerven váltásra. Most ő is a 3-as szektort találja meg. 86 lett a dobás. Tripla 3 jött, de Espinalnek viszont eddig jó a sorozat. 140. Gerven lent is ül a nézők között, meg játszik is, azért minden látszik, hogy büfé minden téren. 180! Nagyon jó játék hátsó pályán az angoltól. 43. Rögtön nyomás alá tudja helyezni Van Gervent, Espinal. És milyen tudatos kerekítés. Gyönyörű. És nézd meg, ott van két igen. Tripla, figyeld. 121. Ezt így akarta. Igen. Tripla 19-2 és 134. 104 a maradék. 60 pontra Espinal. Ki kell állni, dupla 20. Még mindig a dupla 20. Bedobja! Rögtön lebrékeni. 12 nyilas leggel hátsó pályán. Ugye a 12 nyilas legnek az átlag a 125,25 század. Most sem dob triplát Van Gerven, miközben Espinal jól kezdett, igaz 91-jel, de aztán ideg dob egy 66-ot. 3 triplával. Tripla 20, tripla 1, tripla 20, tripla 1. Itt is 3 tripla, csak ez mennyivel többet ér a 135. Bizonyám. 96. 19-esre kell kezdeni. Most már jó a 20-as. Még egy, akkor kiszálló. 99-el 210 pontja marad. Kéne az a tripla nagyon, de nem jön. Így nincs kiszálló Espinalnál. Ez most nagy hiba. Hiába volt ott a break. Hopp, ez is. Most beleragadt a kezébe szerintem. 40 ponttal, 170-en van az igaz, de hát ezt nem így szerette volna. Most is egy ötös. Sem. Látjuk is, hogy rázza a fejét bizony. Egy 44. Milyen megakadás egy 12 minután.
Az nincs. Ó, nem jött a második tripla. 97, mert az meg egy 17-es, tehát 73-a marad. Kilencvennel, 54 a maradék. 73, tripla 19. Ez megvan, dupla 8. Megoldja két nyillal. Vissza break. Nem mindegy, egy 12 nyilas break, vagy egy 17 nyilas break. Igen. Kérdezik tőlünk, hogy Gary Andersonnal mi a helyzet. Nagyon nem hallani róla, hogy van esélye a top 10-be kerülni. Hát nem adta föl, azért ez jó hír a szurkolóknak, hiszen ugye hosszú-hosszú évek után elindult újra a European Tour selejtezőkön. Igaz, nem járt sikerrel, de ettől függetlenül azért látszik rajta a törekvés, hogy szeretné visszaverekedni magát a top 16-ba, és ezt el is mondta. Úgyhogy azért a tudása meg a tapasztalata alapján én azt gondolom, hogy bármikor visszakerülhetne a... Hát a top 10-ben azért nehéz, de az élmezőnyben mindenképpen, és hát majd meglátjuk, hogy mennyi energiát fog ebbe belefektetni, mert ezen nagyon sokat kell dolgozni azért még. ...124-121-re közben a negyedik kör. Tripla 17, az jó, megvan, és cool. A bull. Kicsim múlott, 96 volt a dobás, 94-re Nathan Espinel. 76 pontja van, az jó, még egy kell. Bedobja, gyönyörű dupla-duplás. Újabb break, és újabb 12. 3. Igen, és újabb 12 nyilas leg. De szép volt, két dupla 19-el. Százas. Le is pacsisztak. A kiszálló után százasra egy százas válaszként. Jó a két tripla, most Espinálnál. Ó, a leváltásnál tripla 7 lett, de így is 141. Gyönyörű, gyönyörű, igen. 174-jel válaszol Van Gerwen. Itt viszont megint jönnek ám a triplák. 138. De jó leget dobnak most. 140 Van Gerwentől. 122-re. Kell a trippa, 18, megvan! Van is a bull! Fú, az egy 11-es lett, igen. 83 volt a dobás. Az meg egy 2-es. Az jó. Jó, dupla 14. Nem dobja be! Megint hibázott egyet. Viszont most Espinál megszerezheti az első olyan leget, ami kezdésből 32, kedvence. Be is dobja! Jó meccs, 104.46-os átlagon Nathan Espinel és 105.34-os átlagon Michael Van Gerwen. Kirepült az a toll. Valakinek ott... Hát szerintem egy picit próbálja, igen? Valaki ott, igen. Valami olyat szólhatott, ami nem nagyon tetszett Espinelnek. Igen, nem mosolyogva integetett, mint hogyha a közönséget buzdítaná, az tény és való. De... pedig rájuk fél. Amilyen jól indult a session, annyira leültek egy picit most a nézők a helyszínen. 125. Tudod, erre szokták mondani, hogy üveggel megindult felém, nem megkínálni szeretett volna, mert a nyakát fogtat. Körülbelül olyan kinézete volt Nathan Espinelnek. 58. Nagyon nagy előnye van Van Gerwennek.
Csak közelíteni tudott Espinel. Ötvennyolccal 160-a marad a hollandnak. Előnyösebb helyzetbe kerülhet két triplával, vagy akár hárommal. Az angol 140. Na, 160. Látunk-e tőle is egy brilliáns kiszállót? Ó, elcsúszik a tripla ötbe. 135 volt a dobás, 25 pontja marad. 116, ez azért már jött Espinelnak. Igen. Most nem akkor fog. Nem hetesre kezd. 26 pontnál jár, 90 pontja van, vagy bull, vagy tripla 18. 51-el 65 pontja marad. Dupla 8. Nem találja el. Hát na, most ez egy nagy hiba volt. 65. Ez most már azért egy könnyebb feladat. Most jön a bull. Ugye ezt láttuk. Akkor nagyon nem kéne. Dimitri van den Mertl az 57. Dupla 4 megoldása. Szóval besokalt, egy 19-es, nem talált el a 3-ast. Elképesztő. Dupla 4-jel pedig Fangerven 3-2-re módosítja az eredményt. Ahelyett, hogy Espinal meglógott volna 4-1-re, most 3-2. Igaz, ő kezd. Itt vannak a duplák. Ugye itt most ebben a legben, hogy 65-nél dobott egy bult, majd utána besokalt egy 19-esen, nem dobott duplára, tehát nem rontotta a dupla statisztikáját. Michael van Gervennek most ez megint nem volt egy jó hátsó pályás kezdés. 131. Ez annál jobb Espinalnál. Most jön a tripla, de ez csak egy, kettő most már így. 170-en jöhet le sima százal is. Az angol, kell hozzá tripla 20-as. Nem jön. 19-esre kell kezdeni a hollandnak. Jön is a tripla 19. Még egy tripla kéne, a 170, ez meg is dobja. Jó kis kerekítés. Hát látunk egy 170-et, hisz mondjuk ő már dobott 170-es kiszállót a tornán, ha jól emlékszem, most bizonyám, hogy dobott, és a másik pedig Chris Dobby volt. Nathan Espinelnek 136 volt eddig a legnagyobb kiszállója. 74-et hagy magának, de Espinel nagyon rákészül erre a 170-re. Ki tudja, talán. Nem. Viszont ő fönn maradt, bull vagy tripla 18, tripla 18 felé dobott. Na, 74 a hollandtól. Az egyenlítésért, a breakért. 20 és dupla 20. Nem dobja be! 72-t a 4-2-ért meg kell oldania Nathan Espinelnek. Az jó, dupla 12. Messze volt. Az meg nincsen benne. Akármennyire nézte, az nem csúszott bejjebb. Dupla 5. Megoldja. Viszont megvan. Hát, Espinal simán lehetett volna 5-1 is most már. Pontosan. Ehhez képest 3-3-ra állunk, és ilyenkor azért Fangerven beszokta gyújtani a rakétákat, igen. Bizony, és itt a 140. És ugye mind a ketten úgy játszották le az előző meccsüket, hogy picit a mérkőzésnek így a záró szakaszában tátosodtak meg, úgyhogy azért ez most egy érdekes menet lehet innentől. 4-es. Jön a váltásra a tripla 19-2, 134. Teljesen egyformán állnak. Áj, az egy ötös hiba megint. Lent nem jön a tripla. Bizony, ez nagy hiba a Fanger. 140, 54, 43. Mondja is a magáét, rendesen. Nem, 210 a maradék.
Most a 100-as. De kiszállónak kiszálló van, de nagyon magas. Kedvezőbb lehet Espinal helyzete bizony. Főleg így, hogyha jön még egy triple. Gyönyörű 134. 76-ja marad. Nem jön az extra kiszálló. 20-as. Ez viszont gyönyörű. 104-e 60-a marad, 76-ra az angol. Ez megvan, két nyíl a 4-3-hoz. Break megoldja. Újra. 14 nyilas. Ez Espinal. Nagyon lelkes szurkoló. Érdekes volt a reakciója Michael van Gervennek. Mert? Hát mert mintha nem történt volna semmi. Körülbelül ja, olyan azért volt azért. Sérül így van vele, hogy nem látod rajta, hogy mi megy végben a fejében. Mi megy végben a fejében belül. Próbál egy kis póker arcot erőltetni magára. 122, nem jött váltása, igen a bull. Megint közel van a visszapré. Olé, hogy se érti egyébként, hogy miért dobott 3-61-nek két tripla után búra, de hát ezt csak ő tudja, hogy miért. És jön a 180 Espinaltól, 65 pontot hagy magának, miközben itt a 100-ra kiszálló kényszer. Dupla-dupla nem jön neki. Espinalnak sikerül, de neki nem. Na most jön a 25. Most jó a 25. Dupla húz. Még mindig. Nem dobja be! És legyinget rá. De itt lehet egy újabb break leg. Dupla húz. Dupla 10. Bedobja! És most kicsit azért érzelmeket is kiad magából. Igen. Na ez mennyivel másabb arc, mint ahogy Fangerven vette tudomásul az előbb Espinal sikerét. Fordított helyzetben azért le lehetett olvasni, hogy mi volt a végeredmény. Hát igen. Viszont érdekes, hogy Fangervennél nincs még 100. 108, igen. Ez most nagyon benne maradt ez fejébe. 25. Mert ez most az a leg, ami már nagyon könnyen. Gerven folyamatosan csúszik egyre följebb az átlagban is. Most nagyon könnyen eldőlhet a meccs sorsa, hogyha Van Gerven kellően maga biztos marad. Megint kivárta az idejét. 140, 3 darab 141 folytában. Ugye 15 nyilas volt neki eddig a legjobb a meccsen. 140 most. 11. Lehet bizony. Lehet. Jó is. Ó! A 3. Azt nem dobja be. Betyárját. De közel volt pedig. Még egy köre biztosan van rá. Bedobja. Megoldja a dupla hármat. Ő nem lacafacázott vele, mint ahogy tette azt Michael Smith. És lekerekített róla, hanem inkább kidobta. Amivel aztán ugye meg is ütötte a bokáját Smith, mert utána gyakorlatilag legyalulta őt azon a meccsen Espinal. Onnantól kezdve. Száz 80! És hogy Fangerman fejébe vett, hogy ezt tovább ne húzza ezt a meccset, és nagyon jól kezd. De ten Espinal a meccsben maradásért kell megoldani ezt a leget. 93. Negyedik fölötte.
Most neki sem jön. A tripla. Hollandnak most nagy szansza van megint előbb kerekíteni kiszállóra, pedig a 180 után tripla nélküli köre volt. 180! Ebbe így gyorsan kiegyenlített, hogy 2-2 legyen. Most már rázza is a fejét. Elten Espinel. Hát óriási kényszerben van, de azért még nincs rossz pozícióban. 140-nel. Ah. Igen, jó, 83 a meccsért. Igen. Jó, 32. Megoldja két nyíl, a 11 nyíl. Jön a mai napra. És Michael van Gerwen csak beúszta itt a végén, és 100 fölé feltornázta az átlagát. 114,6-os első 9 és 37,5%-os kiszállózás. Hát itt a hangulat, az teljesen rendben van. És bizony nem úgy sikerült Espinelnek a meccs vége, mint ahogy az előző összecsapáson, hiszen itt most tényleg átvette az irányítást Michael van Gerwen, és egy 15-13-11 nyilassal behúzta a győzelmet, és várja az ellenfelét az alsó ágról. Hogy az most Dimitri Vandenberg vagy Johnny Clayton lesz, ezt pedig hamarosan megtudjuk a szünet után.